Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket és a hallgatóinkat. Én Volánszky Szonya vagyok, a képernyő túloldalán pedig Szentes Róbert, Isten hozott Robi. Nem szokványos az a téma, amivel most készültünk ugye a hallgatóink számára, mert nem jellemző ránk, hogy ilyen világi témákkal foglalkozunk. De Magyarországon kijött egy olyan törvény, ami azért nagyon sokakban felháborodást keltett, vagy felháborodást váltott ki. Ugye különösen azokban, akik már a járvány idején sem kértek az oltásokból. Ez a saláta törvény arról szól, hogy egészségesnek tűnő, panaszmentes felnőtt lakosság számára is kötelező szűrővizsgálatokat írtak elő. Ez pontosan azt jelenti, hogy ez hangsúlyosan egyébként a 25 és 65 év közötti nőket fogja majd érinteni, ugyanis 25 és 65 év között 3 évente kötelező jelleggel méhnyakrák szűrésen, 45 és 65 év között pedig 2 évente mammográfián kell megjelenni a hölgyeknek, és az 50 és a 70 közötti korosztálynak nemtől függetlenül pedig kötelező vastag. Ami azt jelenti, hogyha például egy 52 éves nőt nézünk, akkor ez számára rögtön 3 kötelező vizsgálatot jelent. Most a felháborodást, és én azt gondolom, hogy joggal az váltotta ki, hogy egyrészt ezek a vizsgálatok nem kockázatmentesek, sőt, egészségkárosító hatásúak is lehetnek, és hát arról nem is beszélve, hogy rettenetesen kellemetlenek és nagyon megalázóak. A mammográfiáról azért most már nagyon sok helyen azt olvastam, hogy jelentős mértékben téves diagnózist ad, és hogy például Svájcban már betiltották, és ugye ez nagyon súlyos egészségügyi következményeket vonhat maga után, mert például egy téves pozitív diagnózis esetén egy teljesen felesleges kemoterápiába hajszolják bele az embert. Másrészt pedig, ami talán még fontosabb, hogy ezeknek a vizsgálatoknak a kötelező jellege sérti az emberi jogokhoz, köztük az élethez, a testi épséghez, az egészséghez, a testi szuverenitáshoz, az egészségügyi önrendelkezéshez, és akkor a személyes adatokról nem is beszélve, tehát ezekhez fűződő jogaink. Tehát kevésbé bonyolultan és hosszan kifejezve, hogy a felnőtt lakosságnak a testi önrendelkezését és méltóságát tisztelő törvény egy tolvonással keresztben. Egy biztos, hogy a félelemmel és a felháborodással messzire nem fogunk jutni, mint ahogyan az is biztos, hogy a testünk a miénk, és jogunk van nemet mondani mindenre, ami a mi megítélésünk szerint nem a jogunkat szolgálja. Ez a törvény az én szememben viszont valahol legalizálja ezt az egészségügyi testi erőszakot, mint ahogy én egyébként szerintem a gyerekkori kötelező oltások is sikert figyelmen kívül hagyjuk. Na most van egy rendszer, amit nevezzen mindenki annak, aminek akar, ezt a törvényt létrehozta. Emberek által látott világban ez a magyar kormány, de mi van még emögött, amit eddig nem tudtunk, és ugye nem beszéltek nekünk, és mennyire a mi felelősségünk az, hogy ez a törvény egyáltalán van létrehozta. Azt hiszem, eljött az az idő, hogy megnevezzünk olyan dolgokat, amik mindig is jelen voltak a háttérben, viszont az emberek nem tudtak róla, vagy ha tudtak róla, akkor a másik irányba néztek, és nem akartak tudomást venni arról, ami igazán folyt a háttérben. Ez a föld, ez sátáni programozás alatt van. Ez az emberek eddig nem értették, meg nem akarták hallani, ezt kigúnyolták, hogy ha-ha-ha, nem ha-ha-ha, hanem ez a te teremtésed, humán. Azért jöttünk vissza a jövőből, mint ahogy veled beszéltünk erről már több interjúban, hogy idézem magam, hogy kitakarítsuk ezt a kuplerájt. Ez egy emberellenes, gyermekellenes, jogellenes, bűnöző világ. Bűnöző. Ez szándékosan lett így teremtve, és amikor említettem korábbi felvételeimben, hogy rossz térkép szerint mentünk el otthonról, azt értettem az alatt, hogy nem tudtuk, hogy igazán itt mi folyik.
A jelenlegi rendszer, és tudom, hogy most Magyarországról beszélünk, de a világon ugyanígy uralkodik, csak egy picit más, hogy ne lássunk rá a nagy dologra, tehát a meta szinten, hogy igazán mi folyik itt. A jogrendszer az jogtalan. Az egészségügyi rendszer egészségellenes. A politikusok emberellenesek. Az egész rendszer ezen a világon emberellenes, istentelen, és mondok valamit, illegális. Ez a lényeg. Azért, mert mi itt vagyunk ebben a sátáni rendszerben, amit a spirituális közösségek olyan helyesként egónak hívnak, az ego az a sátáni programozásnak a batyúja, vagy nem tudom, tehát az energiája. Az egy leredukált, egy nagyobb teremtői rendszeren belül egy kisebb rendszer, ami illegális és egy bűnöző rendszer. A nagy rendszer, tehát a teremtői rendszer, a világ, a világegyetem azt mondja, ez a természetes törvény, hogy aki egy másik humánnak árt, arra halálbüntetés vár, és örökre el lesz távolítva a körforgásból, és ez a lélek szinten is így van. A teremtői kiveszik őt, a körforgásból eltávolítják. Na most. Beszélhetünk, de nem akarok. Sötét, tudod, mondd már, aliens, mi az most? Földön kívüliekről. Az a sötétség, ami itt létezett ezen a földön, csak azért létezhetett, mert az emberek elméje ezt engedélyezte, azaz volt közös rezgés. Ezt említettem többet, de most van ez a nagy felébredés, és ennek van jó meg rossz aspektusa is, ami az jó az az, hogy az emberek kezdik látni, hogy van erejük, van megoldás, viszont arra is jönnek rá szépen lassan, hogy eddig eszméletlenül vakon csináltuk az életünket, vagy folytattuk az életünket, és csináltunk dolgokat. Tudom, hogy felfogod, vagy tehát van ez a kérdés, a kérdés sorozatban neked, hogy mi mit tudunk tenni, meg mi a kormány, meg ilyenek. Az a lényeg, hogy ha az ember tudja azt, hogy amit te kérdeztél itt, ez a kötelező szűrővizsgálat, ez illegális. De csak azért hiszi az ember ezt legálisnak, mert az elméjében integrálatlan, és nem tudja a jogait. Van egy probléma. Nekem ugye egy magasabb tisztult elmével, egy magasabb tudatosság, ez abszolút nem történhet meg. Inkompatibilis az én tisztult elmém és a rezgésem ezzel az alacsony sátáni világgal. Ezért támadtak rám évekig. Na most, ha segíteni szeretnénk a nézőknek és a magyaroknak, akkor figyelembe kell venni a fizikai síkot, és figyelembe kell venni a teremtői elmei síkot. Fizikai síkon, aki még nem takarította az elmejét, nem ismeri a hiedelem oldást, nem ismeri az árnyék integrációs technikákat, ők nekik a fizikai síkon tudni kell ezt, amit eddig elmondtam. Illegális. Árulók között vagyunk. A legtöbb orvos egy áruló, a legtöbb politikus egy áruló, a legtöbb tanár egy áruló. Mindenki, aki ebbe a rendszerben otthon érzi magát, és aktívan táplálja, tolja az emberellenességet, és ezt az istentelenséget, az egy áruló. Na, majd egy felsőbb szintről
ezt most ennek vége lesz. Tehát aki a teremtővel van, és aki tényleg szeretne egy boldog, biztonságos életet teremteni, az a dolga, hogy először magában nemet mond erre az abúzusra, erre a törvénytelen abúzusra. Ez egy törvénytelenség. A természetes törvény, ami a humánokat védi, de csak akkor védi, ha az Istennel vagyunk. Aki ennek a leredukált, hogy mondtam, mazsolásbód és világnak a híve, az nem az Istenhez fohászkodott, tehát őt nem fogják megvédeni, azaz meg fogja tapasztalni az ő belső mentális világához illő világot. Erre mondtam, hogy most rengeteg időség törés lesz, és most meg is indult az időség törés. Benne vagyunk már a közepén. Ez azt jelenti, hogy csoda időség van a tisztult elméjüknek, és katasztrófa időség is létezhet rengeteg embernek. Ezeket a belső önmunkán, a belső világunk tisztulásán keresztül tudjuk megszüntetni. Jó. Tehát ez a javaslatom, tanácsom, megvan tolni való a fizikai síkon, aki még nem lépett az önmunka útjára és a trauma oldás útjára, mert az az ego legnagyobb trükkje, a traumatizáltságunk, hogy mondjon nemet, tudjon arról, hogy ami itt folyik, az egy bűnözés és illegális. És hogyha az ember ezt tudja, és egy kicsit kiszáll ebből az áldozati mintából, hogy jaj, kicsi én, szegény én, jaj, csúnya kormány. A kormányt az emberek elméje teremtette, a gusztustalan programok az ember elméjében. Ezt mondtam többször, csak tudod, hogy jó, Robika, miket beszél? Robika igazságot beszél, csak az emberek nem hallották. Most tisztul a hallás. Másik. A legtöbb ember ebben a rendszerben az ördög által bekebelezett csicska. Jó? Tehát aki ilyet mond, hogy kötelező, legyen az a nővér, legyen az a vezető, legyen az bárki, a szomszéd, a szomszéd szomszédja, az az ördögöt szolgálja. És tudod, mi a vicces? Nincs erejük. Ennek a rendszernek csak azért volt ereje, az emberek féltek. Ha az ember ismerné a jogait, és belül az elméjét kitakarítaná, akkor bátran egy nemet tudna mondani. Ez a fizikai sík, ez a konfrontációsnak tűnik, de nem az. Eddig nem álltunk ki magunkért. Az égiek, ahogy segítenek nekünk most az emelkedésben, ők azért mutatják be ezt nekünk, ez mindig is itt volt humán, csak te eddig nem láttad, nem volt ennyire evidens. Most itt a lehetőség. Tudd azt, hogy védünk, ha szeretnél védelmünk alatt lenni, de ha játszod az eszed, meg ebben a ego, ördög, cirkuszos világba szeretnél részt venni, mi hagyjuk, mert ez egy szabad akaratú zón. Oké? Okay. A teremtői védelem viszont, a natural law, tehát a természetes törvény viszont rendelkezésed rá abba a pillanatban, mikor a buksikba elkezdesz gyógyulni. Itt fel is tennék rögtön egy kérdést, hogy oké, hogy ez így ránk erőltetve illegális. De miről szól a természetes törvény, és mik a mi valódi jogaink? Mert hogy nyilván ami egy adott államnak a törvénykönyveiben le van írva, az egy dolog. És azt most már tudjuk, hogy ez sok esetben illegális. De hogy ismerhetjük meg valódi jogainkat? Ez egy összetett dolog, mert úgy tudjuk megismerni ezeket a jogokat, hogy igazi profi, tisztult mentoroktól megtanuljuk ezeket. Egyre több, most ilyen információ jön ki,
eddig ezek a nagyon tiszta szándékú fény üzenetek meglettek támadva, kilettek nevetve, gúnyolva a többség által, és olyan felháborítónak tűnt. Nagyon sok ilyet a konteó teóriába, vagy tudod, a konteó kategóriába soroltak, és ez mindig az emberi felelőtlenség és a butaságnak volt a jele, hogy konteósnak nevezték, aki igazságot beszél. Most, ha körülnéztek, vagy körülnézel, minden konteós teória kezd valóra válni. Jaj, mi van itt? Na, az van itt, ez nem konteó, hanem egy emberellenes, gyűlölködő, pusztustalan világban vagyunk. És ennek vége tudunk vetni. Mondják, hogy mi a különbség a konteó és a valóság között. Hát igen. Az a különbség, hogy az a különbség, hogy a legtöbb konteós nem tudja, hogy mennyire még rosszabb a szitu, mint ahogy hiszik. Igen, Tehát ők azt mondják, hogy csúnya földön kívülek, meg anunáki, de nem tudják, hogy igazán az emberi elme hordozza ezt a mintát, és minket kihasználtak, hogy a tudatlanságunk és a tudattalanságunkkal teremtsük ezt az ördögi káoszt. Hogy tudják az emberek megtanulni? Az elme ürítésével, az elme tisztulásával, tramoldással, és bevállalni egy magasabb felelősséget a jólétünkért. Nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy csúnya kormány, irgumburgum, de majd jobb lesz jövőre. Nem lesz jobb. Annak lesz jobb, aki belső munkán, önmunkán keresztül elkezdi oldani ezeket a förmedvény mintákat. Jó? Tehát úgy. Remélem, és ezt megválaszoltam a kérdésedet. Igen, köszönöm. És van még itt egy kérdésem, ami talán lehet, hogy pont most érkezett el az ideje annak, hogy egy kicsit részletesebben beszéljünk erről, mert ugye azért sokszor elhangzik a teszámban is, hogy a sátáni erők, az antikrisztus, stb. Na most, ugye ez egy olyan fogalom, ami fú, iszonyú szubjektív valahol az embereknek a fejében, ki mit, hogy ért alatt a vallástól, igen, stb. Hogy amikor te sátáni erőkről beszélsz, ördögről beszélsz, antikrisztusról beszélsz, akkor ez pontosan mit jelent? Hogyan képzeljük el? Ami itt folyik, az, annak van egy nagyon mély, nagyon bújtatott és egy komplex hátsó szándéka. Ez nem csak a Földön folyik, hanem már több univerzumban is. Van egy nagyon dühöngő, sötét erő az univerzumban, ez a bukott angyali energia, ahol verseng ez a luciferi erő a teremtővel. A teremtő, ami egy kollektíva, ő az organikus életet adta nekünk. A nő, a férfi, a nő teherbesik, gyermeket szül, természetes módon. A növény kapja az oxigént, ő a szénmonoxid, vagy ilyen tudod, felprocesszás oxigén. Tehát van egy nagyon gyönyörű, egy nagyon emberi, természetes terv a háttérben. Ezt a sötét erők ki nem állhatják. Ők szeretnének minden organikus lényt, embert, állatot, növényt úgy megfertőzni, befolyásolni mesterséges intelligencia, mérgező anyagokon keresztül, hogy be tudják azt mutatni neki, a teremtőnek, hogy nincs igaza, hogy az organikus élet az nem a tuti, hanem ez az inorganikus, kémiai anyagokkal fertőzött, mesterséges intelligencia által fertőzött, gyűlölködő világ a tuti.
A mesterséges intelligencia az, ami elfoglalta az emberek elméjét, és ezek a luciferi sötét erők. Ez egy eszköz. A mesterséges intelligencia az egy eszköz arra, hogy az ember elméjét el lehessen foglalni, befolyásolni lehessen, és kontrollálni lehessen. Tehát itt van egy olyan őrjöngés, egy konfliktus, már univerzális, tehát ilyen hatalmas szinten, aminek mi akár tetszik, akár nem áldozatai vagyunk. Nem szeretem ezt a szót használni, de most azért mondom, hogy menjünk bele ebbe az energiába, és mert nem vagyunk áldozatok, ha tudjuk, hogy mindent mi teremtünk, de ránk erőltettek olyan gondolatokat, rezgéseket, frekvenciákat, gyógyszereket, kémiai anyagokat, amivel minket gyengíthetnek, amivel minket kontrollálhatnak, amivel minket be tudnak vinni egy inorganikus mátrix világába, ahol minket kizsákmányolhatnak. Mindennek a hátsó szándéka az az, hogy a Lucifer megmutassa a teremtőnek, hogy nincs a teremtőnek igaz. Oké, na most. Eddig az ember ezt nem tudta. Nagyon mély részletek folynak itt. Tehát ez nem arról, tehát ez alatt van még 100 000 plusz all program meg részlet. Az emberek ezt nem tudták. Az volt a cél, hogy minél több embert az inorganikus mátrixba beterelhessenek, vakcinákon, medicinákon, butításokon, televízió, vallásokon keresztül, ami istenellenes, ami organikus életellenes. És megmondom miért. Mindennek van ez az ok-okozat. Most jön a napvillanás. Jelenleg, ami folyik itt a világban, az a szabad kőművesek bibliája szerint folyik. Nagyon precízen. Csak az egész szimbolikus és metaforikus. Tehát most, mikor Trumpnak is a fülét meglőtték, az ott van a szabad kőművesek bibliájában. Amúgy, mivel kötelező a sötét erőknek mindenről beszámolni, ez ott van az amerikai, vagy az angol nyelvű, úgy hívják, hogy journal, az úgy hívják, hogy The Economist. Ott van a kép. Minden ki van tolva elénk, csak annyira mókuskerekes világban, meg a rossz, igazán a jó mentor hiány miatt nem tudjuk, hogy mihez kezdjünk ezzel az információval. És azért vagyunk mi igazi humánok támadás alatt, mert mi veszélyt jelentünk a sötétségre. A napvillanás az aktiválja majd az Isten génünket. Ez a God gene. Abban a pillanatban, hogy nekünk ez az Isten génünk, de ez csak a takarított elméjűeknek jár, a sötétség ezzel az emelkedett frekvenciával megszűnik létezni. Tehát a saját fennmaradása érdekében próbál gyengíteni és támadni még mindig olyan potenciális humánt, aki szeretne a fény útjára lépni, mert azok veszélyt jelentenek ennek a aljas, mesterséges, intelligenciai, organikus életelleni támadásnak. Tehát amit most te csinálsz, meg én csinálok, meg ez a párunk, pár 4 millió igazi humán van csak ezen a földön. Többi ez már mind biorobot. Amit mi csinálunk, hogy ebből az inorganikus mátrixból visszamegyünk, az organikus mátrixba, azáltal teljes védelem alatt vagyunk. Ez csak a belső munkán keresztül lehet. Tehát ez a lényeg, hogy azért akarnak minket gyengíteni, és átterelni minket ebbe a Borg tudatosságba, mert akkor mi a sötétséget tudjuk szolgálni, és a napvillanás nem tesz minket veszélyes harcosokká.
azaz, fent tudjuk tartani, vagy a sötétség életben marad. De az egész egy erőharc, ha belegondolsz, aminek mi is tudattalanul szerves részei voltunk, vagy vagyunk. Jó, köszönöm. Most így rátérve egy kicsit így a gyakorlatilag, hogy képzeljük el a dolgokat a szűrő vizsgálatok kapcsán. Na most így mondtad is, hogy nemet kell mondanunk. Mikor és hogyan is, most oké, belül itt akkor erre a dologra nemet mondunk, de tudunk-e úgy nemet mondani, hogy az ne jelentse automatikusan azt, hogy akkor valahogy szembe kell állunk a rendszerrel, hatóságokkal, bármival, és így ezáltal mondjuk sértsük magunkat, vagy magunkat egy olyan helyzetben, ami számunkra kényelmetlen lesz. Tehát, hogy a kérdésem, tudod, arra vonatkozik, hogy hogyan tudunk eljutni arra a pontra, hogy oké, hogy látjuk, hogy ez zajlik, ez a cirkusz megbohockodás, ott zajlik, nem most ilyen törvények, olyan törvényeket hoznak, hogy mi ennek tényleg csak a szemlélői és a megfigyelői tudjuk lenni, és hiába esünk bele mondjuk pont abba a kategóriába, akit érintene egy ilyen szűrővizsgálat, hogy valahogy ez mégse érintsen minket. Tehát hogy képzeljük el, hogyan lehet ezt így jól elkerülni? Az a nehéz itt, hogy aki nem tudja az elme programjait, az nem fog tudni biztos, az nem lesz biztonságban. Tehát nincs kiút. Az égiek, akik irányítják, ugyanakkor engedélyezik, ugyanakkor védelmezik a fény felé tartókat, ők nem védelmezik a sötétségnek a szolgái, rabszolgái. Mondok valamit, ami segít. Vannak közölöttünk nem sokan, de még van egy pár jószívű, igazi humán. Eddig az emberek hiánygondolkodásban, örjöngésben és átkozódásban léteztek. Azt hiszem, azt te jobban érted, mint a legtöbb ember, mert ott a halál struktúra, a kvantum ego mechanika, és nem voltunk jó játszó partnerek. Irigykedtünk, féltékenykedtünk, támadtunk, játszottuk az eszünket, játszottuk az Isten közben, nem voltunk igazán erőnkben, és nem jót teremtettünk, hanem ezt a káoszt. Kezdjünk el egymásnak segíteni a fizikai síkon. Tehát, hogyha velem valaki van, mondjuk most jön hozzám a fizikai síkon egy valaki, azt az illetőt automatikusan rezgésbe, ez láthatatlan számunkra, ő védve van általam. Okay. Bárki, aki a fény felé tart, ahogy te is, ahogy a tani, ahogy tudod, a kis közösségünk, ők automatikusan védik a körülöttük lévőket. Tehát először meg kell fogni azoknak a kezét, metaforikusan persze, aki fél, aki még nem tudja, hogy mi folyik itt, és hogy lehet ebből kiszállni. Nem fogunk egyik napra másikra ebből kiszállni. Tehát kellenek azok a fénymagok, a képviselők, a fényképviselők, akik megjelennek úgy, így a színpadon, hogy segítik a szorongókat, és segítenek nemet mondani ezeknek a sátáni elnyomóknak. Van egy titok? Ezt mondtam a privát csoportban, és az felkerült a YouTube-ra is, az a rövid 9-10 perces videó. Ezek a sötétséget szolgáló erők nem is tudják a legtöbbje, hogy ők a sötétséget szolgálják. Ez egy és eszméletlenül nincs erejük. Gyávák. Gyávák. Oké, okay, ezt tudod, abban a rövid videó mondtam, hogy rákiabálsz, akkor elkezd fenyegetőzni, és mivel fenyegetőzik mindig az ördög? Hogy nem ad pénzt. Régen azzal fenyegetőzött, hogy megtámad, meg megkésel, mert már nincs. Ezek már rég kilettek iktatva. Már a fentiek már régen megszüntették ezt a sok bűnöző, buta, ostoba, csicska gondolkodót. Igen, ezt mondtam már többször is, és
És látod, mégis létrejönnek ezek a törvények, létrejönnek ezek az illegális dolgok, létrejönnek ezek az emberellenes kényszerítő intézkedések, hogy akkor ezeket ki hozza létre? Ez még a mi elménknek a kivetülése? Az is, meg van még köztünk egy-két erőtlen, de még sötét valaki, aki az utolsókat rúgja. Jó, ez a lényeg. Ha megértitek annak a fogalmát, hogy mi az, hogy erőharc, akkor nyerekbe lehettek. Az erőharc semmi más, mint a mi személyes erőnkbe kételkedünk, a másikba viszont erőt látunk. Abban a pillanatban, mikor ez a harc megszűnik, belső integráción keresztül természetesen, megszűnik létezni a fenyegetés. Nem a legjobb kifejezés talán, de próbálom több szögből megvilágítani. Ez egy katonai kiképzés most, amiben részesülünk. Nagyon durva. Itt mi van? Itt van egy ősi, nagyon rossz sátáni minta, ebbe van a többség. 99 plusz százalék az embereknek ennek az átka alatt áll, vagy működik. Legtöbbje nem tudja ezt, és köti az ebet a karóhoz, és akkor itt van a fény hadsereg, ugye az Isten hadserege, ami mi vagyunk, és segítünk azoknak, akik nem akarnak tovább megrekedve lenni ebben az ocsmány rendszerben. Tehát egy és egy és egy kiút van ebből, azaz az Isten útja. Ez nem egy vallásos Isten, a legtöbb vallás az a Luciferhez fohászkodott, míg a Bibliában említett Isten is a Lucifert, a refaráj, vagy ahhoz fohászkodik. Mi az Isten? Az a teremtői tiszta kollektíva, aminek mi köszönhetjük az életünket, az eredeti organikusságunkat, és ha hajlandóak vagyunk emellett kiállni, akkor visszakapjuk azt a védelmet, és egy kiutat ebből az inorganikus, örjöngő, sötét világból. Ezt viszont ki kell érdemelni, az érdemességünk az elmében rezeg, mire vagyunk érdemesek és méltóak, mire nem, azért írtam a könyvemet, második fejezet. Aki érdemesnek tartja magát, a sötétségből való kiszállás és az igazi teremtői védelemre, aki méltónak tartja magát, az emberi jogainak és a szabadságának a visszafogadására automatikusan átkerül egy olyan realitásba, ahol ez megadatik. Nincs szonja más út, mint a belső munka. Erre mondta, van ez a kifejezés angolul, hogy the way to the Father is through the Son. Az apánkhoz vezető út, a teremtőhöz vezető út, ami a biztonság, ami a védelem, ami az organikus élet, az fiún keresztül, S-O-N, Son, azaz Jézus. Jézus az elme mestere volt. Én mit tanítok? Váljál az elméd mesterévé, angolul is mastering your mind, magyarul uralt az elméd. Van egy bújtatott metafora itt. The way to the Father is through the Son. Ez most már S-U-N, tehát a nap. A bolygó. Jelenleg a bejövő nap kódok az isteni segítség és a fény. Ezt onnan tudod, hogy jönnek az X kitörések, az M kitörések, a mágneses pajzsot. Hála Istennek, eltávolították, tehát azért van ilyen sok rosszul lét, mert jön be egy olyan energia, az isteni energia, amiről eddig az emberek vagy nem tudtak, mert a pajzs mögött voltunk. Karanténban voltunk, mert szadizni akartak minket, ahogy tudod, hogy beszéltük, mi volt a cél, az, hogy minket leredukáljanak,
átvigyenek Borg tudatosságba, és ezzel megmutatjuk izé a szakállas csávónak az égen, hogy látod, nincs igazad. Jó, és akkor van még egy utolsó kérdésem, hogy azok, akik ugye most ezt hallgatják, és azt mondják, hogy köszönjük, de ők nem kérnek majd ebből a szűrővizsgálatból, és értik, hogy itt az elme munka az, amivel leginkább ez a dolog elkerülhető. Na de hogy hol induljanak el, mit kezdjenek el megnézni, megvizsgálni magukban, minek az integrálását csinálják meg, tehát hogy kicsit egy kézzelfoghatóbb irányt szeretnék Igen. ilyen tulajdonságot. Ezt egy átlag ember nem fogja tudni egyedül csinálni. Erre mindig is mondtam, csak először tudom, nagy arcú ego világba pofára högtek engem. Én mondtam, hogy profi mentorok nélkül ez nem megy. Te is itt vagy egy profi mentor. Az a lényeg, hogy amikor nézzük a teremtési logikát, mind ami itt folyik, ezek káosz, ezek kuplerák. Ezt mi teremtettük, az ember hátleg azt mondja, hogy oké, akkor ezt uncreate, tehát ezt romboljuk le. Meg kell nézni, mik azok a koncepciók, mik azok az aspektusok, amik megjelennek előttünk. Mondok egy pár ötletet. Unfairség. Jogtalanság. Erőtlenség. Ezek mind az árnyaink, ezeket mi rezegjük. Amíg ezek nincsenek integrálva, addig engedélyt adunk azoknak a megjelenéseknek, azaz a fizikai síkon. Még mit látunk ebben? Embertelenséget, gyűlölködést. Ott egy másik árny, az embertelenség, egy árnyi történet. Mi a gyűlölködés? A sátán gyűlöli a nőt, a sátán gyűlöli az organikus életet, de mit ad, mi a gyűlölködés, milyen pszichológiát rejt? Ezt te tudod? Vereséget szenvedtünk, gyűlöljük azt, akitől vereséget szenvedtünk, az általunk gyógy vagy még gyógyulatlan bukott angyal, aki vereséget szenvedett a fénytől. Azért gyűlöl. Ezeket elkezdjük oldani, megszűnik az az idővonal, az az időség, ahol ez lehetséges lenne. És az égiek ezt próbálják bemutatni. Figyelj, ne a izédet, a cickó csakrádat pörgesd, meg az alfertájtat gőzöld, hanem mennyi mélyebbre. És ez hiányzott. Engem évekig, most több mint 10 éve, itt Amerikában is pofán röhögtek. Mindig mondtam, nem tudom, miért mondtam. Most már tudom, de akkor nem tudtam, miért mondom, hogy mélyre kell menni, mert ez a felszínes világ, ez veszélyes. Ez az én, hogy mondjam, így letöltésem, meg a kompozícióm volt. Teljesen igazam volt, csak nem tudtam miért. Az a lényeg, hogy most, hogy adtam egy pár ötletet, az embertelenség, a gyűlölködés, a öldöklődés, ezek az árnyaink, ezek a rossz hiedelmeink, ha ezeket elkezdjük oldani, felül rezzegjük annak a lehetőségét, hogy ez megjelenhessen. Mit próbálnak az égiek tanítani nekik? Vállalj már felelősséget a teremtésedért. A kormány, és ez Joseph Murphy mondta, a kormány az emberek tudatosságának a tükre. Oké, ez mit jelent? Megmondom, mit jelent. Mi a kormány? Nevezzük meg őket, de nem szabad lábújhelyen járni, mert ezek a spirituális közösségek is eszméletlen kárt okoztak, mert oda a sötét oldal installálta ezeket a spirituális közösségeket, mert tudták, hogy eljön a felébredés pillanat, mint ami most itt van, és próbálták úgy terelni az embereket a felszínesség felé, a rossz programozás felé, hogy ők ne menjenek mélyre. De megemlítek egy pár. Ezt Amerikában megemlítettem egy pár az angol videómban, és akkor tudod, mondom, ne jözzél majrézzel, hanem takaríts ki a búrákat. Korrupt. A kormány korrupt. De miért? Mert az ördög korrupt. Hol a korrupció? Az emberek elméjébe. Ha ezt az ember integrálja egy árnyintegrációs technikával, a korrupt férfi, a korrupt nő, a korrupt kormány, a korrupt tanár, a korrupt ez meg az, kb. Van belőle 10. Ha ezt integrálod, megszűnik a te életedben a korrupció ráhatása. Nem történhet meg.
És eddig ez volt az embereknek, hogy ütlegeljük a fizikai síkot, jaj, az orvosom azt mondta, hogy 3 műtét kell. Persze az orvosod pénzből él, és ez neki eszméletlen jó pénzt ad, amikor te a mentális leromboltságoddal teremtettél egy betegséget, és átadod az erődet egy olyan valakinek, aki nem a te javadat szolgálja. Most eljöttünk, elértünk egy olyan időszakba, hogy mit nem lehet ezen érteni. Mindig ezt mondtam, I don't understand what people don't understand. Ez már 14-ben mondtam a szemináriumban, amikor hangosan az élő szemináriumban. Nem értem, hogy az emberek mit nem értenek. És azért játsza az ember a hülyét, mert felelőtlenségre van programozva, ez már láthatatlan. És amikor ezeket én megnevezem, akkor adok egy lehetőséget, egy újabb lehetőséget az embereknek másképp gondolkodni. Köszönöm szépen, és még egy utolsó kérdés, bocsánat, eszembe jutott. Még kicsit így elábrándoztam itt az Isten meg a Lucifer témája kapcsán, hogy ugye, mivel Lucifer is igazából Isten teremtménye, hiszen Istenről szakadt rá, ugye, jól mondom. Tehát ő Igen. a bukott angyal valaha jó köze volt, létrehozta ezt a sötét energiát, hogy ez ugyanúgy, mint ahogy a teremtő kollektív, ahogy mondtad, meg maga a teremtő, ez a sötét aspektus Lucifer képviseletében is mindig jelen lesz a világban, vagy lehet-e emelkedni olyan akár magasabb dimenziókba, hogy ezt a sötétséget magunk mögött tudjuk hagyni? Bibliai időkben élünk, és Lucifer ugye Isten jobb keze volt. Nagyon tehetséges, nagyon intelligens arkangyal. Viszont ő nem a teremtő kiterjesztése akart lenni, hanem a teremtő versenytársa, azaz szembeszállt. A teremtő azt mondja, hogy ha te belül érdemesnek tartod magad erre az erőre, a mindenségre, a teljességre, és bebizonyítod nekem, hogy nem használod rossz, akkor átadom neked, megjelenek rajtad keresztül, mindened megadatik. Lucifer ugye szembeszállt ezzel, és elkezdett kereskedni, hogy miért van neked ez a hatalmad, az isteni címed, mikor nekem kéne, hogy az legyek. Ez a tínédzserek lejátszák minden családban. Anya, te nekem nem mondd meg, mit csinálsz, vagy mit csináljak. Tudod, ki vagy te? És akkor kapnak észre, mikor nekik gyerekük lesz, hogy te úristen, én nem tudtam, hogy ennyire nehéz gyereket nevelni. Az egész életünk arról szól, hogy erőharcba vagyunk a forrással és a külvilággal. Na most. Vannak olyan kérdések, és jobb voltak már kérdések, hogy ezt miért hagyja a teremtő? Már nem hagyják, vége. Oké. Most egy eszméletlen komoly időszak jön, jó értelemben komoly, hogy véget vetnek ennek a milliárd éves, örjöngő, gyűlölködő, sötét energiának. Ebben mi igazi humánok, nem a biorobotok, akik medicináznak, meg vakcináznak, meg a hülye televíziót bámulják, hanem akik hajlandóak önmunkán keresztül tisztulni, felelősséget vállalni az új földért. A napvillanás után mi aktiválódunk és kioltjuk a sötétséget. Na most ez nem megy egyik napról a másikra. Van a napvilás után lesz körülbelül egy 1000 év. Az jó hosszú idő. Béke. És akkor jön egy utolsó csata, amikor a mi felturbózott Isten génünk és már az új kapacitásunk teljességé vált, tehát el tudjuk úgy fogadni, meg integrálta válik, vége a sötétségnek egyszer és mindenkor.
Ez egy bibliai történet, és nagyon-nagyon mély, nagyon sok részlet van benne, és ezért támadtak téged, engem, és azt a pár igazi Jedit, mert bentről tudták, mi nem látjuk ezeket a lényeket, de ők látnak minket, tudták, hogy ez egy életveszélyes karakter. Tegyünk már be neki. Kedvtelenítsük el, először bántsuk. Először adjunk neki félelmeket. Először utána fenyegessük meg. Ez mond az ördög, az fenyeget. És ahogy integráljuk magunkban a fenyegető árnyainkat, a saját árnyainkat, úgy leszünk immunisak a fenyegetésre. És te is tudod, hogy nem egy kispályás út volt, amit eddig megéltünk. Mert eddig azt csinálták, azt jutalmazták, aki benn volt a rendszerben, aki támogatta ezeket a sunyi, megalkuvó ördögi programokat. Ezek eszméletlen, mély és komoly foganatú dolgok, amit a legtöbb ember eddig ne vagy nem tudott, vagy ha hallotta a kényelmetlenségében és tudatlanságában pofán röhögött. Ezért kell ez az eszméletlen Jedi erő, amit én is tanítok, hogy kibillent valami, semmi gond, itt az eszköz, integrált, visszajössz jövő héten, és lekokizom ezt a sok parasztot. Mert ami itt folyt, az gyalázott. Nem akarok most, belemegyek, ha kéred, de az a rengeteg trükk, amit csináltak. Mondok egy párt, csak hogy az ember lássa, hogy mi folyt itt. Ez nem egy mese, ez nem egy tündérmese, ez nem egy hablaty, amiben jaj, majd erre elalszom. Meg majd a bori-bari, nem bori-bari, hanem birka a legtöbb ember. Nem hajlandó gondolkodni. Minden nagy szervezet, és ezeknek már vége. Benne van az Amazon, a kormányok, a minisztériumok, mindegyik emberellenes volt. A Vörös Kereszt például. Ő nem azért vettek vért, mert majd annak a betegnek a kórházba kell, hanem levitték a föld alá, a laboratóriumba, DNS kísérlet és klónozásra. Van itt Amerikában, nem tudom Magyarországon, milyen megfelelője ez a Planned Parenthood. Ez a tervezett szülő. Valamit blend, az a blend parenthood. Ez is egy sátáni rendszer. Minden, ami a szemünk előtt volt, az a sátán rendszer, és minden arról szólt, hogy a mi DNS-ünket, a mi energiánkat, az organikusságunkat megismerhesse, és utána letámadhassa. Azért nagyon kell vigyázni Facebookkal is. Mindenki csinálja most ilyen izéket, ilyen nem tudom, minek hívják a hirtelen avatár, ezeket a műanyag kinézetű képeket magukról. Ezzel te azt csinálod. Minek hívják? Hát ezekre a mesterséges intelligencia által Igen. Generált képekre gondolsz, igen, erre vannak minden. A mesterséges intelligencia, egy eszköz, a sötét oldal eszköz arra, hogy megismerjen minket, leklónozzon, lemásoljon, és egy inorganikus verziót teremtsen, tőlünk tanul. Oké? Okay? Mimikál minket. Nézd? És érzi az érzéseinket, veszi fel minden gondolatunkat, és amíg az ember rinyál, amíg az ember tisztálatlan, vagy tisztázatlan, vagy integrálatlan elmével bír, addig azt klónozza, tehát többet teremt abból, amit mi nem akarunk. Na most. Ezek az abortusz klinikák is. Minden abortált gyermeket vittek le a föld alá génkísérletre. Itt nem voltak véletlenek, minden ez a büszkén az ember ugye szer, nem tudom, hogy mondják úgy meg, hogy organ donor. Tehát mikor balesetet szenved valaki is meg. Hogy hívják? Szervdonor. Szervdonor. Oké, okay, ugyanaz. Oké, okay, köszönöm. Ez is. Nem, van a felszínen, amit mi hittünk, hogy jaj, jó, mindenki egy nagy büdös, azt. Nem jó. Minden ellenünk szólt,
Mindent, amit mi, a haj, bármiféle vérvétel az arról szólt, hogy minket dekódolhassanak, hogy minket tudjanak kopizni, és utána befolyásolni. Oké, Conteus teória? Hát ezeknek, az agyatlanoknak igen. Aki viszont ismeri, hogy tényleg mi folyt itt, annak meg azt mondja, hogy Atya Isten, és tudod mit, Szonya? Az igazi humánok, akik még rendelkeznek aktív agysejtel és egy igazi szívvel, azt fogják mondani, basszus, ezt valahol én tudtam. Onnan tudod megállapítani, hogy ki az igazi humán, azt mondja, hogy lehet, hogy féltem, lehet, hogy nem mertem ki, de ezt valahol tudtam és éreztem. Az inorganikus humán, rengeteg van ilyen, például LinkedIn-en. Én oda nem is teszek fel videókat, mert állandóan valami szuper terapeuta beugat. Nem értik, hogy mi a bubátos franc folyik ki, tehát ők teljesen az inorganikus mátrixban vannak már. Elfogadták ezt a sötét, emberellenes, istenellenes, antikrisztusi tanítást. Mi a dolgunk? Erről tudni. Lehet, hogy először az ember visszafut az egérjukba, és azt mondja, hogy basszus, most már kezd értelmet kapni az eddigi életem. Kezdjünk el oldani. De jó lenne, ugye? Mélyen oldani, mert aki nem mélyen old, hanem cickó csakrát pörget rézmozsáról, meg hangtállal, meg felfújható gumimacival, az Isten ellen van. Az képtelen, egy felszínes ember képtelen partner kapcsolatokat teremteni úgy egy másik emberrel, mint a teremtővel. Az igazi megoldás lent van a mélyben, az óceán mélységében. És aki ezt hallja, annak van kiút. Aki nem akarja hallani, az meg majd megy egy másik irányba. Arról most nem akarok beszélni. Hát köszönöm szépen, az így jó végszó is volt, megint jó mélyre vittél minket. De én ezt nem bánom, köszönjük szépen, köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésére, köszönöm a figyelmet mindenkinek. És akkor innen folytatjuk majd egy új témával. Szép estét kívánok, szép napot kívánok mindenkinek, és szia Robi! Sziasztok! Szép estét!